Megkezdődött a nyári időszámítás. Az órákat vasárnap hajnalban egy órával előrébb kellett állítani. Az Európai Parlament néhány éve már döntött az óraátállítás megszüntetéséről, de a tagállamok a mai napig nem tudtak megegyezni abban, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon. A magyarok többsége a nyári rend mellett voksol, szakemberek ugyanakkor nem feltétlenül osztják ezt a véleményt. Barna. Nagyon szépen köszönöm, Gé-Németh György, a Magyar Alvász Szövetség elnöke vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egyetemi docens tisztelettel köszöntöm, tanár úr. Általánosságban ezt meg lehet fogalmazni, hogy kire hogyhat ez az óraátállítás, mert szerintem ilyen kiki kérdéskörről van szó. Én például végig aludtam. Senki sem érdekelt rajtam kívül. Szerencsés ember, sokan nem így vannak, és a betegek, az idősebbek, a gyerekek érzik ezt meg jobban, de nagyon változó, nagyon változó. Tudunk átlagot mondani, a legjobb kutatások szerint az óra átállítás követő éjszaka általában 40 perccel kevesebbet alszunk, általában, és ezt az alvás adóságot, ezt aztán lassan be lehet pótolni. Van, akinek ez egy-két nap alatt megy, van, akinek ugye egyáltalán nincsen problémája, de van, akinek bizony jó néhány nap eltelik, amíg át tud állni. Azt mondhatom, tanár úr, hogy nincs problémám még. Lehet, hogy lesz. Hát nézem, a kor előre haladtával gyakorlatilag ugye a melatonin termelés, meg sok minden az más mi? Is. A melatonin ez egy olyan speciális anyag az agyunkban, lehet így mondani, a hormon, ami segíti az alvást. Ez csak sötétben termelődik. Most egy kis babának ez még viszonylag magas szintű, tehát gyorsan termelődik, és ahogy idősödünk, ez kopik. Úgyhogy nagyon sokan 40 év fölött már ezt úgy szedik, mint a C-vitamint. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy Magyarországon ez orvosi ajánlásra működik. Tényleg, olvastam egyszer egy hírt, hogy beraktak vagy 25 embert egy barlangba kísérletképpen, teljesen sötét volt 3 hétig, elvesztették az időérzéküket, nem tudták, hogy mennyi, mikor van nappal, mikor van éjszaka, meg hány nap telt el, sötétben volt. Igen, hát ugye az életünk, a mindennapjaink egy ritmus szerint működnek, ugye közismerten bioritmus, azt mindenki tudja, hogy miről van szó. Az alvás az a cirkadián ritmus kapcsolódik, ez a sötétség és a világosság a nappal és az éjszaka változás. Ez évmilliókon keresztül így alakult ki, a sejtjénkben benne vannak ezek, de meg lehet téveszteni lám egy ilyen barlangi történettel az alvókánkat, és ha ebből kibillenünk, akkor van a gond. Ezt kibillenhetünk úgy is, hogy éppen egy betegség, vagy például éjszakai munkavégzés az nagyon jelentősen befolyásolja, hogy egy kismama, aki a babához állandóan fel kell, hogy keljen éjszaka. Jánik úr, azt nem értem, hogy végül egy óráról van szó. Most ugye előre kellett állítani egy órába kevesebbet alukáltunk, de ez az egy óra ilyen nagy hatással van az emberek szervezetére. Akár 5 perc is. Tényleg? Tehát a megszokotthoz képest. Tehát ugye itt azért ez a 24 óra mindenkinek annyi, bárhol él a Földön, és ezt a 24 órát úgy kell okosan beosztanunk, hogy abban beleférjen a pihenési idő. Általában Európában, a civilizált világban, nem csak Európában, ott 7-9 óra az ajánlott alvási idő a felnőtt lakosok számára. Nyilván a babák sokkal többet tartanak, idősebbek is sokkal többet alszanak. Ez hasonló ahhoz, mikor az ember átmegy a tenger óceánon túlra Amerikába, és ott nyilván idő eltolódáson attól függ, hogy a keleti partra vagy a nyugati partra ugrozik, mert akkor még több. Hasonló ez? Igen, tehát ott is megzavarodik egy kicsit a cirkadián ritmusunk, ugye? Tehát mi magunk idézzük elő. Az óraátállítás, ez tulajdonképpen az egy politikai döntés volt annak idején, de nagyon régóta van egyébként, kevesen tudják, tehát az 1900-es évek elejét, 14-16 körül indult be Magyarországon is még ez a dolog is az egész világon. Tehát ezt, hogy állítgatják az órákat, szerencsére most már ezt ugye megállapodott Európa, az Unió, hogy ez elmaradt. Tehát ezt tessék abban. Azt nem mondták meg, hogy mikor? Főképp persze, hogy mi legyen. Tehát téli vagy a nyári, ez itt a nagy kérdés. Ennek miért van a jelentősége? Hát ezért, mert nagyon sokan, én magam is egyébként nyilván a nyári híve vagyok, ugye, a jó időnek, a napsütésnek a híve vagyok, viszont a tudomány álláspontja ez nem egészen ez, tehát ott az eredetihez, a télihez ragaszkodnak sokan. Mi azt mondjuk a Magyar Alvász Szövetség, hogy amikor majd a döntésre sor kerül, ez kormányzati hatáskörbe került Európában, akkor ezt nagyon fontolják meg. Tehát a nyilván a tudomány álláspontja is volt, és nagyon fontos az emberek véleménye. Európában és Magyarországon is több mint 60% az embereknek a nyárét akarja. Mi inkább a mediterrán vidék felé vonzódunk, tehát a déli országok, Olaszország, Spanyolország, Görögország életérzése és életmódja tetszik nekünk, talán nem véletlenül. Elnök úr, a magyar lakosságnak hány százaléka szenved alvási problémákkal, alvászavarral?
Hát nincs jó hírem. A pandémia alatt mi ezeket mértük az Alvásszövetségünkben, az Inox és egészségkutatóval együtt, és hát romlott az alvás állapotunk. Tehát romlott, határozottan romlott, és nekünk van egy orvosi intézményünk, ahol ugye a napi betegszámokból is lehet következtetni és alátámasztani, hogy rosszabb az alvókánk. Tehát a pandémia egyrészt maga a betegség is egyébként rosszabbította az állapotot, másrészt meg az élethelyzet. Tehát amikor például bekerültünk karanténba, akkor nyilvánvaló módon megváltoztak a szokásaink, a napi rutinunk, és az alvás például akkor sokaknál később retolódott, és később is keltek föl. Ez is egy ilyenfajta ritmus megzavarás. Aztán ebből szépen lassan vissza lehet azért állni majd a normálisra, az a jó. Milyen probléma van akkor, az ember nagyon keveset alszik? A néhai brit kormányfőről Margaret Thatcherre mondták, hogy ő 3 órát aludt, és neki ez teljesen elég volt, de például nekem volt olyan egyetemi évfolyamtársam, aki gyakorlatilag napokat töltött az ágyban, csak az óra volt kint a párnáról, nem érzékelt, hogy reggelben vagy este, borzasztó jó a bokája volt. Én meg állandóan hajnalban magamtól kinyílik a szemem. Tehát, ugye ismert van a bagoly típusúak, akik inkább éjszaka szeretnek fent lenni, és tovább használnak, és a pacsirták meg fordítva, tehát nem egyforma. A városi emberek általában, akiknek nagyon erős a lobby ereje, azok nyilván a nyári mellett döntenek, és az, hogy minél több legyen a világosság, viszont nagyon sokan, itt Magyarországon is a lakosságnak a jelentős többsége az nem városban, legalábbis nem Budapesten él, ahol a mezőgazdasági munka, a korai kelés az, ami már évtizedek, évszázadok óta meghatározza a napét, tehát nyilván rájuk is figyelemmel kell lenni, amikor erre a döntésre sor kerül, hogy most téli legyen, vagy nyári legyen. Most nagyon élvezők a nyarat, ez a néhány nap, ez valami csoda a természettől, a jó Istentől, a sorstól. Ez a nyár a tavaszban. Igen, igen, ez most így nagyon jó, de az óra szempontjából egyáltalán nem mindegy, tehát hogy be kell állni a rendszerbe, és úgy gondolom, hogy nagyon sokunk számára, a kedves nézők számára is sikerülni fog, hogy néhány napon belül, ha gondjuk is van, újra visszaállnak a régi megszokott rendbe. Mik a tapasztalatok, elnök úr, tanár úr, hogyha valaki rosszul alszik, vagy keveset alszik, mándon fölben forgolódik, annak milyen következményei lehetnek hosszú távon? Nézze, ha nem alszik jól valakit, tehát azt jelenti, hogy 10 nap, 2 héten keresztül folyamatosan minden este vannak, vagy éjszaka vannak gondja az alvás, ezt nagyon egyszerű egyébként mérni, mert ha reggel frissen kelünk fel az ágyból, és igazából várjuk a napot, és indulunk, és tettre készek vagyunk, akkor ott az alvással nem lehet nagyon nagy baj, hanem mert visszahúz az ágy, hogy na még egy kicsit, na még gyorsan, hol a kávé, hol a cigaretta, keresjük. Jaj, nem mondjuk ilyet. Igen, akkor az nagyon nem jó. Tehát az nagyon nem jó, tehát az éjszakáknak a nyugalma, a nagyon fontos a pihenés, a relaxáció és a másnapra való felkészülés szempontjából. Ha ez valamilyen oknál fogva ugye megpicsaklik, akkor jönnek a gondok, akkor másnap fáradtabbak vagyunk, nem vagyunk kreatívabbak, és sajnos megérzi a szervezet. Immunrendszerünk gyengül, vérnyomás, szív problémák jöhetnek, cukorbetegséget előidézhet a rossz alvás. Tehát, hogyha valaki egy ilyen 10-14 napig folyamatosan nem tud jól aludni, akkor kezdje el keresni, hogy milyennek az oka. Mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy jobban tudjunk aludni. Elnök úr, tanár úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm, és kívánok jó éjszakát, szép álmokat, megfelelő időben és megfelelő helyen. Azt hittem most, mert még 8 óra lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.